Szeretettel köszöntök mindenkit, most interneten keresztül online, a Problem Prevention Holding, röviden PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén, akik Magyarországról, külföldről, tengeren túlról, illetve akik majd utólag néznek minket. Külön köszöntöm az itt jelenlévő Szedlacsik családot, akik jelentővé tették számunkra, hogy létrejössen ez a mai online rendezvény. Köszöntöm a Skype-on az igazgatókat, vezetőket, kit látom magam előtt őket, valamint azokat, akik először néznek bennünket ugyancsak interneten. Én Cang Ferenc vagyok, a PPH egyik vezetője. Engem ért ez a megtiszteltetés, hogy a mai nap házigazdája lehetek még, meg voltam, ezért külön hálásan köszönök. Köszönöm. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk a PPH-nál mindenki tegezi egymás kortól és nemtől függetlenül. Most egy tudatosságfejlesztő előadás következik. Rendezvény 18 óráig fog tartani, mely után PPH klub lesz 20 óráig. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő az egyik legelismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével, Mariannal, kiegyensúlyozott boldog család életet élnek. Két fiú gyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel, és 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezői csapata. 1993 óta tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól fordult a spiritualitás felé. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH négy különböző területen lett piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tíz ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő egy olyan tanító, aki példamutató, kiegyensúlyozott, életet él. Olyan dolgokat tanít, amelyeket használ is, ezáltal hiteles ember számunkra. Tanításával úgy segíti az embereket, hogy nem csak elméleti tudást, hanem konkrét módszereket, gyakorlási lehetőséget is nyújt egyben. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Most megkérem vezetőket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy tartsa meg a mai tudatosságfejlesztő előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mennyire vagytok elégedettek azzal, ami felé halad a világ, illetve amilyen világban élünk? Tök jó világban élünk, nem? Na nézzük meg, mivel is foglalkozunk, jó? Tehát azzal foglalkozunk, hogy az embereknek eljuttassuk azt a tudást, és azokat a képességeket, illetve gyakorlási lehetőséget, hogy képesek legyenek az élethelyzeteiket helyesen kezelni. Képesek legyenek a problémáikat megelőzni, illetve megoldani. Képesek legyenek célokat megvalósítani. Az ember képes a problémái megoldására, illetve megelőzésére, az élethelyzetei helyes kezelésére, akkor nem lesznek olyan dolgok, amik problémát jelentenének az életében. Ugye ez eléggé olyan furcsának tűnik, hogy nincs olyan dolog, ami problémát jelent az életedben. Na most egy kis tanítás, de nem fogom megmondani a hogyant. De akkor is egy kis tanítás. Tehát, hogy hogyan juss el oda, az nem ide tartozik, hanem az a coachképzéseinkre tartozik. Mi az, hogy coachképzés? Ember és életjobbító képzés. A coach képes arra, hogy kihozza valakiből a legjobbakat, és ezáltal ugye önmagából is kihozza a legjobbakat. Tehát, ugye azt mondtam az imént, hogy probléma és egy kis tanítás. Tehát ha meg fogtok lepődni, de az életemben már régen nincsenek problémák.
Mert az én életemben vagy feladatok vannak, vagy kihívások vannak. Tehát ami azt jelenti, hogy ha egy feladat vagy egy kihívás van, a kihívás az még jobb, mint a feladat, mert ugye az még motiválóbb, de a feladat se rossz. Tehát most gondolj bele, ha az életedben kaptál egy feladatot, akkor rossz állapotba kerültél? Nem hiszem. Ha kaptál egy kihívást, akkor az még motivált is, nem hogy rosszabb állapotba kerüljön az ember egy kihívástól, hanem még jobb állapotba kerül. Na most ehhez képest a legtöbb ember egy feladatot, vagy egy kihívást nem feladatként, vagy kihívásként éli meg, hanem problémaként. Tehát akkor élünk meg egy problémát problémaként, és akkor élünk meg egy ugyanolyan fajta feladatot, vagy kihívásként, amire az egyik ember problémáként reagál, a másik ember pedig feladatként reagál, az a különbség a kettő közt, hogy az egyiknek van tudása, a másiknak nincs tudása. Mire vonatkozóan? Hát egy bármilyen dolog kezelésére vonatkozóan. Tehát, hogy bármilyen dolgot az illető képes legyen kezelni. Ha az ember képes bármilyen dolgot kezelni, az nem probléma, hanem feladat vagy kihívás. Ha egy ember nem képes egy dolgot kezelni, akkor az probléma. Nem tudom, elég világos voltam-e. Márpedig az emberek nem képezik magukat alapvetően azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljék az életükben a helyzeteket. Bármivel találkoznak, hogy hogyan kezeljék. Helyzeteket lehet jól kezelni, és lehet rosszul kezelni. A rosszul kezelés az számtalan módban elérhető. Ahhoz nem kell semmilyen tudás. Bármilyen helyzetet te rosszul tudsz kezelni, tudás nélkül. De jól, bármilyen helyzetet általában csak egyféleképpen lehet kezelni. Na most ahhoz az egyféle dologhoz viszont tudásra van szükség. Hogy azt az egyfélét képes legyél megcsinálni. Tehát gondold végig, hogy bármit rosszul hányféleképpen lehet csinálni, de általában jól, csak egyféleképpen lehet. És ahhoz mind tudásra van szükség. És akkor kérdezem én azt, hogy az emberek vajon szereznek-e tudást az élethelyzeteik helyes kezelésére? Vagy honnan szereznek tudást az élethelyzeteik helyes kezelésére? Tehát ilyen jellegű tudást, információt, amit most átadtam, ilyen jellegűt kapnak az internetről. Tehát, hogy ne rosszul kezelt, hanem jól kezelt. Ha rosszul kezeled, boldogtalan leszel, ha jól kezeled, boldog leszel. Igen, de hogy kell valamit jól kezelni? Hiszen, ha megnézed az életedben, hányféle feladattal találkoztál, amit ha nem lett volna tudásod, nem tudtad volna megoldani. Vagy hányféle problémával találkoztál, mert nem volt kellő tudásod, hogy megold. Gondold végig, nem egy-kettő, nem három-négy, hanem hogy ennek a sokszorosa, az hód biztos. Nyilván nem az egynek a sokszorosa, mert az egynek a sokszoros az egy. Tehát gondold végig, hogy hány problémád volt az életedben, vagy hány feladatod volt az életedben. És attól függ, hogy az feladat volt egy probléma, hogyha volt tudásod, akkor az feladat volt. Ha nem volt tudásod, akkor az probléma lett. Érthető ez? Tehát most hányféle ilyen dolog volt? Rengeteg. Tehát rengeteg dologhoz kell lenni az embernek tudása. Tehát ha azt gondolja az ember, hogy én már tanultam eleget életemben, és milyen jól tudom kezelni az életem különböző helyzeteit, akkor óriási tévedésben élsz, mert rengetegféle feladat van, és rengetegféle
probléma van, ami csak addig probléma, amíg nem tudod megoldani. Na most csak mondok egy dolgot, amit éppen most tanulunk. Ugye az imént említettem, hogy mit jelent a coach. A coach a mi értelmezésünkben, még egyszer mondom, csak hogy tiszta és világos legyen mindenki számára, a mi értelmezésünkben ember és élet jobbító. És amikor a coach dolgozik, akkor van egy ügyfele, vagy egy házas pár például az ügyfele, illetve ügyfelei. És olyankor miért fordulnak a coachhoz? Azért, mert van egy gondjuk, egy problémájuk, és arra akarnak megoldást. Tehát a coachnak van tudása a problémák megoldására. És akkor mostanában többször előfordult, hogy egy új jelölt megkérdezte tőlem, hogy de milyen coachot tanítok? Mert ugye kérdezték tőlem, hogy mivel foglalkozom, mondom, coachokat képzek. És akkor milyen típusút? Mondom, ami csak létezik. Mondom, ami csak létezik. Hát hogy csak néztek nagyra nyílt szemmel, mert a coachképzők, tehát a coachképző emberek, azok bizonyos területű, vagy területre, életterületre vonatkozó coachképzést folytatnak. Tehát olyan coach, amelyik az élet minden területére tud coach tudást adni, olyannal még nem találkozott senki. Kivétel, akik itt tanulnak, azok találkozhattak ilyen emberrel. Tehát lényeg az, hogy most gondoljátok végig, hála Istennek oda sikerült juttatni a problémák megoldását, hogy olyan probléma nincs, aminek ne lenne megoldása. És ez nem most jutott ide, hanem már jó pár éve. Tehát ami azt jelenti, hogy tehát gyakorlatilag az életében egy olyan embernek, aki minden problémát tud kezelni, akkor az azt jelenti, hogy nincs problémája. Érted? És nyilvánvaló, hogy egy embernek, aki az életét éli, nem kell minden problémával megküzdeni, ami a világban van. Neki csak a saját problémáival kell megküzdenie. Nem? Ez nyilvánvaló. Na most, amit a saját problémát illeti, az jóval kevesebb annak a száma, mint a világban fellelhető probléma, nem? Tehát akkor nyilván nem az embernek nem a világ problémáira kell minden téren megoldást tanulnia, hanem elsősorban ugye a saját problémáira, másodszorban, hogyha esetleg szeretne segíteni másoknak is, hát akkor arra vonatkozó problémákra, ami azok az emberek esetében érvényes, és arra kell tudás. De az még mindig nem a világ összes problémája. Nem? Hanem annak csak egy töredéke. Tehát nem kell a világ összes tudását magába gyűjteni az embernek, hogy az összes problémát megoldja, ami a világban van, vagy arra mindre legyen megoldása, hanem csak az, amit őt ér, meg az őt környezetében lévő embereket éri. Na most miért fontos az, hogy az ember ne csak magának oldja meg a problémáit, hanem képes legyen arra, hogy segítsen mások problémáinak a megoldásába? Hát azért fontos, mert az ember az egy nagyon jól alkalmazkodó lény. És alkalmazkodik azokhoz az emberekhez, akik a problémáik miatt érzelmileg bajba vannak. Tehát mit okoz a probléma? Hosszú távú problémák azt okozzák, hogy az ember képes akár teljesen magába fordulni, azaz azt jelenti, hogy depressziósá válni. Tehát, hogyha sok olyan barátod, ismerősöd van, akinek sok-sok problémája van, és te avval fogsz kommunikációba kerülni, vagy azokkal, vagy kommunikációban azokkal az emberekkel, vagy kommunikációban, akkor kizárt dolog,
hogy az ő személyes problémáik, és ha azt megosztják veled állandó jelleggel, akkor kizárt dolog, hogy az ne hasson rád. Még akkor is, ha férfi vagy. Mit látok a világban? Én azt látom, hogy tele van a világ átlag emberekkel. Az átlag embereknek pedig átlag barátaik, ismerőseik, rokonaik vannak. És az átlag embernek nincs tudása a problémák megoldására. És mi történik? Az átlag emberek kommunikálnak egymással, és nem elég az, hogy neki van saját problémája, még meghallgatja, természetes folyamatként, természetesen, meghallgatja a barátjának, ismerősének, rokonának is a problémáit. Tehát ha eddig volt egy problémája valakinek, de meghallgatta az, mit tudom én mondjuk, a testvérének a problémáját, csak eszembe jutott valaki, akkor tudni, hogy már nem egy problémája van, hanem kettő. Érted? Amíg meghallgatja, mit tudom én, az édesanyja problémáját is, akkor már három problémája van. Ha meghallgatja még a gyereke problémáját is, akkor már négy problémája van. Miért? Mert egy olyan világban vagyunk, már egy olyan világban érkeztünk, ahol megtanították az embereket a részvétre, az együttérzésre. Ez a kettő ott van rögtön egymás mellett a hangulatban, a részvét meg az együttérzés. Tehát megtanították az embereket azt, hogy együtt érez másokkal. Ha most nem az elmúlt évben, akkor semmikor. Oké? Okay? Tehát az elmúlt egy év csak arról szól, hogy te legyél együttérző. Érted? És vigyázz másokra. Hát vigyázzon mindenki saját magára. Nem? Hát mindenki. Vagy kérje meg az édesanyját, vagy édesapját, hogy vigyázzon rá. Gyerekkorában is az édesanyja, meg az édesapja vigyázott rá, nem? Mi nem így volt? Hát te rád azon kívül kivigyázott. Hát ha odaadtak valakinek, akkor az vigyázott, nem? De egyébként az édesanyádod, édesapádon kívül nem vigyázott senki, nem? Tehát nem kellett egy harmadik személy is, aki vigyázzon rá, meg egy negyedik is, meg egy ötödik is, meg egy hatodik is, nem? Hát nem kellett. Most meg csak ezt nyomják, hogy vigyázzunk egymásra, nem? Hát mi vagyunk mi? Mi vagyunk mi? Szülők? Hogy a szüleje vagyok én egy másik embernek, hogy vigyázzak rá? Dehogy vagyok én szüleje. Hát vigyázzon magára. Gyerek ő, hogy vigyázzak rá? Dehogy is gyerek ő. Hát vigyázzon magára felnőttként, nem? Ha meg nem tud vigyázni magára, akkor így át. Nem? Tehát ha valaki ebben az egy évben nem sajátította el azt, hogy nem hallotta elégszer, hogy vigyázz másokra, és ezáltal nem lett eléggé együttérző, akkor sose. Tehát ez az egy év arról szólt, hogy te kellően együttérző legyél másokkal. Na most, ez azt jelenti, hogy olyanná váltak az emberek, szó szerint ez azt eredményezi, hogy meghallgatsz egy jó barátodnak egy problémáját, és már neked nem egy problémád van, hanem kettő. Ha meghallgatsz egy másik embert, aki, mit tudom én, rokonod, akkor már nem két problémád van, hanem három. Tehát az emberek megtanulták szépen átvenni mások problémáját. Ezt elkezdték csinálni a 70-es évektől. Tehát a 70-es évektől elkezdték nevelni ezt az emberekbe, hogy vedd át mások problémáját. Az először az emberek úgy kezdték ezt a fajta működést, hogy a gyerekeik, a felnőtt gyerekeik problémáját elkezdték átvenni. Tehát a felnőtt gyerekeik. Most gondolj bele, amikor én gyerek voltam, az én nagyapámék lefütyülték azokat a gyerekeket, saját gyerekeiket, akik elköltöztek tőlük. Még akkor is, ha csak a faluba költöztek. Érted? Ami azt jelenti, hogy nagyapámnak volt 8 gyereke. És azért mondom, hogy nagyapámnak, mert ugye végül két felesége lett, mert úgy lettek 8-an, ugye, hogy az első turnusból anyu volt a legidősebb.
és a második turnusban még született 3 gyerek. Tehát miért? Mert édesanyámnak, tehát a nagymamám, az meghalt anyu 6 éves korában. És mindegy, ez csak részletkérdés, de akkor is ugye 80 voltak, tehát kiindulhatok nagyapámból, azért nem indultam ki nagymamámból, mert ugye ezáltal ugye volt egy olyan nagymamám, akit nem ismertem, meg volt egy idézőjelben mostoha nagymamám, akit én nem éreztem, hogy mostoha lenne, de mindegy. Na szóval, és lényeg az, hogy ugye kiindulok nagyapámból, volt 8 gyereke, és onnantól kezdve bárki, aki elköltözett tőle, ő nem szólt bele azoknak az életébe, de nem is nagyon foglalkozott azzal, hogy mi történt velük. Tehát ez körülbelül olyan elven működött még a 20. század első nagy részében, mondjuk a 70-es évekig, hogy mit tudom én, lányom vagy fiam, mondjuk neki ugye 7 lánya volt, ezért könnyen mondta azt a lányainak, hogy jól meggondoltad, hogy kihez mész férhez. Mert onnantól kezdve leszakítottad azt a virágot, akkor ide-vissza nem jössz. Tehát nem tudom, elég világos voltam-e. Tehát régen ez így működött. Ez azt jelenti, hogy valaki elment a szülői háztól, oda már nem költözhetett vissza. Tehát úgy kellett választania. Magyarul azt mondta a szülő, te választásod, engem innentől kezdve ne terhelj azzal, hogy élsz a saját férjeddel, vagy saját feleségeddel. Na most, 70-es évektől szépen ezt elkezdték másként csinálni a szülők. És elkezdték úgy, hogy hát ha megnézed, most a szülők egy az egybe átveszik a gyerekek problémáját. Egy az egybe. Rég elköltöztek, mégis átveszik a problémáikat. Persze mondom, az egy más helyzet, mert ő is, akivel együtt maradt, ugye az egyetlen fiával maradtak együtt, annak ugye hát nem tudta megcsinálni azt, hogy ne vegye valamilyen szinten át a problémáit, mert hát együtt laktak, de többivel. Na most ugye ebben a világban még inkább szétköltöznek az emberek, sőt, nem úgy csinálják, mint hogy a 8 gyerekből az 5 ott maradt a faluban, 1 ment a szomszéd faluba, 2 pedig Budapestre. Tehát a többség az ott volt a faluban. Ami azt jelenti, hogy annak, aki ott maradt a faluban további 4, annak elég jó átvehette volna a problémáit, de egyáltalán nem vette át. Világos ez? És ezáltal mindenki a saját életét élte. És nem is terhelték a gyerekek, a felnőtt gyerekek, a szüleiket, hogy nekik milyen problémájuk van. Mert mit csináltak volna? Például egy párkapcsolati gondokat mondtak volna, hát figyeld, azt mondta volna nagyapám, hogy te szakítottad, akkor szaguld. Ezt mondta volna. Na most mai világban pont ellenkezője van, a szülők terhelik a saját problémáikkal a gyerekeket, a gyerekek felnőttekről van szó, a felnőtt gyerekek terhelik a szüleiket a saját problémáikkal. Tehát ezt szépen megtanították az embereknek, hogy ne csak a saját problémáiddal foglalkozz. Miért? Nagyon egyszerű. Mert egy embernek általában 2-3 problémája van maximum. 2-3. Na most a 2-3 problémával általában az emberek elboldogulnak. De az embernek már 4-5-6-10 problémája van, avval már nem boldogul el senki. Na most akkor térjünk még egy kicsit vissza. Hogyan csinálták ezt a 70-es évektől? Ennek még van egy előzménye, az 50-es évek. Az 50-es évektől indították azt, hogy onnantól lehetett ezt csinálni, amikor beindult a tévé. Ugye Amerikában már jóval előbb beindult a tévé, én már nem is tudom, egy 30-as évektől, vagy mikortól indult be a tévé, valahogy így. Ugye Európában később jött át. Magyarországon ugye 58-tól van tévé, tehát rendszeres tévéadás, és az azt jelenti, hogy 58-tól volt Magyarországon lehetőség arra, hogy azt a problémát, hogy mi van a világban, azt rázúdítsák az emberekre. Mert addig, hogy rádióban hallották,
Az ember nem biztos, hogy elképzelte magában, hogy mi van a világban. Most kit érdekel, érted? De amikor már látja a szemével, hogy mi van a világban, az már azért durva. Tehát például ugye, mikor az ember tanul, akkor a vagy információt elsajátít, akkor elsősorban a szem az az érzékszerv, ami által a legtöbb információt el tudjuk sajátítani, az összes többi négy érzékszervünkkel nem tudunk annyi információt elsajátítani, mint a szemünkkel. Ezt jó, ha tudod. Tehát hiába van öt érzékszervünk, a további négyel összességében közelébe sincs az annak az információnak az elsajátítása, amit a szemünkön keresztül vagyunk képesek. Tehát a szem általi elsajátítás kb. 70% és az összes érzékszerv mindössze 30%. Na most ezért addig még csak rádió volt, ez az együttérzéssel különösebb gond nem volt. És az 50-es évek végétől beindult Magyarországon a tévé, és ugye már a 60-as években rendszeres tévéadás, ahol tudták nyomni azt, hogy mi van a világban, és azt, hogy mekkora konfliktus van az oroszok meg az amerikaiak között, meg stb. Meg a nyugat meg a kelet között, hogy az emberek azok féljenek, érted, és együtt érezzenek ezzel a néppel, meg együtt érezzenek azzal a néppel, de ellenségesnek tekintsék azt a népet, meg a másikat, stb. Ez onnantól indult. Tehát ez volt az előzmény. Majd jött a család. Oké? Hogy milyen az ideális család, meg jöttek a filmek, hogy a filmekben, hogy a szülők mennyire együtt éreznek a saját felnőtt gyerekeikkel, stb. Akkor jött az, hogy a filmekben egymásnak a problémáiról beszélgetnek. Hát régen nem ment át az egyik szomszéd, pedig a szomszédok összejártak, de nem ment át azért, hogy megossza a másikkal a problémáit. Nem volt ilyen. Az a 70-es évektől indult a tévé hatására, a 70-es évek elejétől. A tévé hatására, hogy az emberek elkezdtek problémázni egymásnak. Világos ez? És az azt jelenti, hogy belenevelték az emberekbe az együttérzést. Az egy igen alacsony hangulat, tehát nem egy jó hangulat, hanem igen alacsony, sőt, a félelemnél rosszabb hangulat. Na most, ugye a félelmet mindenki érzi, hogy az milyen rossz hangulat. És te azt akarják, hogy együttérző legyél, ami azt jelenti, hogy a félelem alatti hangulat. Tehát a félelemnél rosszabb hangulat. Tehát az embereket le akarják taszítani, már részben sikerült, a félelem alá, a félelem alatti hangulati szintre, az együttérzés szintjére. Azért, hogy te meghallgass problémákat, mások problémáit, és nyilván mivel az nem a te problémád, ezért te nem tudod megoldani. Világos ez? Tehát mivel nem a te problémád, nem tudod megoldani. Miért? Melyik világ problémát oldottad már meg a világban? Egyet se. Jó, ugyanúgy nem tudod megoldani a szomszédnak a problémáját se. Sőt, akármilyen hihetetlen, a legtöbb szülő a felnőtt gyerekének a problémáit sem tudja megoldani. Ennyi. Ha meg megoldod a problémáját a saját gyerekednek, abból még lehet, hogy nagyobb gondod lesz, mert a gyereked nem fogja ezáltal megtanulni a saját problémáinak a megoldását. Világos ez? Na szóval, lényeg az, hogy gyönyörűen eljutottunk ebbe a korszakba, ahol az emberek gyönyörűen meghallgatják mások problémáját, és ott el vannak mindenen ájulva, hogy jaj, micsoda problémák vannak a világban. Mennyi halott van, mennyi beteg van, jaj, mennyien vannak lélegeztetők, jaj, csak ezt hallani a kommunikációban. Nézzétek meg. És tudsz te ezen változtatni? De csak kérdezem. Tehát tudsz-e azon változtatni, hogy mennyi halott van?
Nem. Tudsz-e azon változtatni, hogy mennyien vannak lélegeztetőgépen? Nem. Tudsz-e azon változtatni, hogy mit tudom, éppen mennyien betegedtek meg tegnap? Nem. Akkor minek hallgatod meg? Magyarul az a te problémád lett, érted? Neked lett egy új problémád? Minden problémát, amit meghallgatsz, mivel rávettek arra kiskorodtól, hogy együttérzés, 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 onnantól kezdve bárki terhel, akár média, akár mi, bárki terhel problémával, neked egy problémád több van. Az azt jelenti, hogy minél több problémád van, annál rosszabb állapotba kerülsz, annál inkább süllyedsz a depresszió felé. Na erre mi a megoldásod? Nekem van, nekünk, akik itt tanulunk, van, de a többieknek? Hogy fogják ezt megoldani? Tehát évtizedek óta, szó szerint évtizedek óta elhangzott a bevezetőben. Évtizedek óta foglalkozok emberekkel, évtizedek óta megfigyelem, hogy a rossz hangulat milyen hatással van az emberekre. Hogy az életüket hogy tönkreteszik azzal, hogy hagyják, hogy rossz hangulatba kerüljenek. És akkor kérdezem most, ugye nem tőletek, akik itt tanultok, mert nektek van megoldásotok. Kérdezem azoktól, akik nem tanulnak itt. Hogy nekik mi a megoldásuk? Ja, hát hallgatják ezt a díjmentest. Aha, és ebben adok módszereket. Na majd bolond leszek. Nem is fogok. Oké? Tudok beszélni arról, hogy milyen vagy és milyenné kell válnod, arról tudom. De az, hogy hogy juss el oda, arról nem fogok. Tehát, ha neked a csere az luxus, akkor köszönöm szépen, nem kérek belőled. Oké? Tehát magyarul te csak kapni akarsz, de cserében nem szeretnél adni, akkor köszönöm szépen, én nem kérek belőled. Oké? Lehet, hogy te nem tudod, hogy mennyiért adjuk a képzéseket? Nézd körül, hogy a bármilyen személyiségfejlesztő jellegű képzést, vagy spirituális képzést, vagy tanfolyamot óránként mennyiért adnak. Nézd körül. Na azt oszd vissza mondjuk 6-tal vagy 10-zel, és az a mi tandíjunk óránként. Az azt jelenti, hogy hol kapsz te 330 forintért tudást, használható tudást. Hol kapsz te mondjuk az első hónap ettől eltér, mert az pont duplája. De az csak egyszer. És utána hol kapsz még mondjuk 3 évre árgaranciát arra a 330 forintos óradíjra. Tehát valakinek ez a csere túlzott, ne tanuljon itt. Az tanuljon ott, ahol akar. Tehát ami azt jelenti, most gondold végig, éppen mondtam a képzés folyamán, mert ugye ez egy egynapos képzés, sajnos csak online, de hát reméljük, majd valamikor lesz valami könnyítés, és akkor lehet majd megint személyesen találkozni. Hát gondoljátok végig, hogy az önismeret. Csak az önismerettel foglalkozó képzéseink körülbelül 200 óra. Tehát nem csak ez, ami most folyik, hanem az összes önismerettel kapcsolatos. És akkor ebben nincs benne az etika, meg ilyenek. Csak az, ami kifejezetten arról szól, hogy milyen vagy te, és milyenek az emberek. Ez körülbelül 200 óra. Ha valahol ennél alaposabb képzést hallasz az önmagunk működésével kapcsolatban, akkor én szeretnék tudni. Jó? De én még ilyet nem láttam, sose. És nem is hallottam ilyenről.
Ugye az is elhangzott, hogy mióta foglalkozok emberekkel, tehát van tapasztalatom, és körülbelül mennyi emberrel foglalkoztam, van tapasztalatom az emberekkel kapcsolatban, nem átlagosan. Csak én ezt nem akarom magamnak megtartani. Miért? Mert ugye elmondtam az elején, hogy azért tanulunk itt, hogy az élethelyzeteiket megoldjuk. Azért tanulunk itt, hogy a problémáinkat megoldjuk. Azért tanulunk itt, hogy a problémáinkat megelőzzük. Azért tanulunk itt, hogy a céljainkat megvalósítsuk. És ezekben azért is tanulunk itt, hogy ezekben tudjuk, amit most felsoroltam, tudjunk segíteni másoknak. Mert az ember egy alkalmazkodó lény, és a környezetedben mindenki csak panaszkodik, és nem oldja meg a problémáit, akkor te nem leszel jó állapotú sose. Világos ez? Te csak úgy tudsz jó állapotú lenni, hogyha a környezetedben lévők közül is egyre többen jó állapotba kerülnek azáltal, hogy képesek a problémáit megoldani. Érted? Tehát nem csak ránk vonatkozik ez, és ugye lenne ezzel kapcsolatban egy óriási cél, ami egy hatalmas kihívás, amire sokan azt mondanák, hú, de nagy probléma. Nem, ez egy kihívás. Az, hogy választás elé rakták a fentiek az emberiséget. A választás pedig az, hogy vagy aranykor lesz ezen a bolygón, vagy nem. De ugye mi az aranykor következménye? Az, hogy olyan társadalmi formába kerül bele az emberiség, az aranykor folyamán, az azt jelenti, hogy szeretet, béke, boldogság kora, ahol nincs elnyomás. Nincsenek elnyomók. Oké? Most gondolj bele egy olyan társadalmi formában élni, ahol nincs elnyomás, nincsenek elnyomók. Hát ennél nagyobb elnyomást a háborúban éltek meg az emberek, mint ami most van. Tehát ennél nagyobb elnyomás itt Magyarországon nem volt, csak a második világháborúban, mikor potyogtak a bombák. Na, annál nagyobb elnyomás nem kell. Na most, tehát gondold végig. Olyan társadalmi forma, ami ráadásul még csak egy átmenet. Egy átmenet a jövőbe. Egy átmenet annak megvalósítására, amiért leszülettünk. És lehet, hogy az első leszületésed neked nem most történt, hanem lehet, hogy több élettel ezelőtt történt, vagy sok élettel ezelőtt történt. De akkor is azért történt, hogy abba a helyzetbe juss, amit majd az átmeneti korszak eredményez. Az átmeneti korszak azt fogja eredményezni azok, akik oda bejutnak. Ezt akkor lehet megvalósítani, amikor már nincs elnyomás, az, hogy egy felsőbb létformába kapjunk bejutást. Nem bejutást, visszajutást. Visszajutást. Tehát nem bejutást, hanem visszajutást. Tehát, hogy visszajuthassunk egy felső létformába. Mi a felső létforma? Az egy isteni létforma. Az isteni létforma az angyalokkal kezdődik. Az angyalok legalsóbb szintjével kezdődik. Hiszen ott is van több a hierarchiában. Na szóval lényeg az, hogy azt fogja szolgálni az aranykor, hogy a felsőbb létformába bekerülhessenek az emberek. Ki előbb, ki utóbb. Mindegy, de onnan már be lehet kerülni. És ennek azt mondták a fentiek, hogy ennek meg kell valósulni. Minek? Az, hogy aranykor kezdődhessen. Az aranykor kezdete legkésőbb 2035. január elseje. Oké? Legkésőbb. Az azt jelenti, hogy 2026-ig van egy más jellegű kiválasztódás, mint 2026
és 2035 között. 2026-ig az a kiválasztódás van, hogy kik lesznek a jövő vezetői. Mert a jövő vezetőinek nagyobb tudással kell rendelkezni sokkal, mint egy tanulónak. Nyilvánvaló. Tehát egy vezető minden tekintetben előtte jár a vezetettjeinek. Szóval a lényeg az, hogy most van a kiválasztódás avval kapcsolatban 2026-ig, hogy kik lesznek a jövő vezetői. Mert nem politikusok lesznek a jövő vezetői, nem. Hanem olyan emberek, akik tudnak. Érted? Akik tudnak. És tudnak vezetni is. Tehát vezetni akkor tanul meg az ember, ha van saját szervezésű csapata. Nem olyan, hogy azt mondják, hogy te mit tudom én, kiálltál X iskolát, ó, mennyit tudsz, tessék, itt van egy csoport, vezest. Mert ugye ezt láttad a világban, hogy jellemzően ez működik. Tehát magyarul nem saját szervezésű. Érted? Tehát nem saját szervezésű. És mivel nem saját szervezésű, ezért nincs meg az a tapasztalat, tudás, ami ahhoz kell, hogy ténylegesen az ember úgy vezesse az embereket, ahogy az kell. És akkor ez itt nálunk megvan, hogy lehet az embernek saját szervezésű csapata. És nincs korlátozva a saját szervezésű csapatnak a lélekszáma. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy most történik a kiválasztódás, és ahhoz, hogy valaki bekerülhessen az aranykorba, az 9 év alaptudásra van szükség. És ha visszavonod a 35-ből a 9 évet, akkor pont a 26-ra jön ki. Tehát az azt jelenti, hogy 26-tól már tanulnak az emberek, és vannak olyanok, akik nem csak tanulnak, hanem tanítanak is. Oké? 26-tól. És mi lesz azokkal, akik nem hajlandók? Van egy kézbolygó. Nem a Föld, egy másik. Amit kitettek az univerzum szélére. Ugyanúgy, mint ahogy a bolygónk volt sok milliárd évvel ezelőtt. Ami azt jelenti, hogy a Föld bolygó is, ugye itt a kis naprendszerünkkel, az az univerzum szélén volt. Hát már nem az univerzum szélén van, mert az univerzum kiépült. És az azt jelenti, hogy elkészült egy olyan bolygó, ahol kész az élet. És lehet oda inkarnálódni. De nem mobiltelefonnal, meg nem autóval, hanem kőbaltával, jó? Meg bőrszerkóval, tudod, állatbőrszerkóval. De kezdetben fügefa levéllel, meg stb. Tudod. Jó, tehát lehet oda inkarnálódni, semmi gond nincs ezzel. De ez a bolygó most jelenleg úgy, ahogy van, útban van itt az univerzumban. Szó szerint. És az a baj, hogy ez a végső terv, hogyha útban van, akkor ezt innen ki kell pöckölni. Tehát mit jelent az, hogy ki kell pöckölni, hanem olyan sorsra jut, mint a Mars között és a Jupiter közötti bolygó volt. Az azt jelenti, hogy most az egy kisbolygó övezet. Tehát ami azt jelenti, hogy az egy szétrobbant bolygó. De ugye ezt nem szeretnék, mert nem ezért hozták létre, hogy ez legyen, hanem azt szeretnék a fentiek, hogy ez egy aranykor legyen. Miért? Miért van ez a bolygó útba? Nem úgy szó szerint, nem fizikailag van útba,
hanem az energiánk van útba. A rezgésünk van útba. Mert ennek a bolygónak a rezgését az emberiség határozza meg. Nem a növények, nem az állatok határozzák meg, hanem az emberiség rezgése határozza meg. És sajnos az emberiség rezgése nem úgy emelkedett volna, hogy többen vagyunk, hanem még romlott. És egyre rosszabb az emberiség rezgése. Tehát emiatt, hogy az emberiség rezgése lecsökkent, már 6 előző emberiséget semmisítettek meg a bolygón. Világos ez? Mondom, 6-ot. Tehát nem csak most van útba az emberiség rezgése itt az univerzumban, hanem már évmilliókkal ezelőtt is útba volt. Világos ez? És ez úgy működött, mindig, amikor az emberiség rezgése kritikussá vált, akkor fogták és eltörözték azt az emberiséget. Azt indultak megint idézőjelbe Ádám Évától. Ami azt jelenti, hogy sajnos elérkezett az emberiség abba a korba, ahol kritikus az emberiség rezgése. És valamit tenni kellett avval kapcsolatban, hogy az emberek vagy tovább süllyednek, és meghalnak, mert ugye úgy működik, minél rosszabb rezgésed van, minél alacsonyabb rezgésed van, annál hamarabb mész a sírba. Minél jobb a rezgésed, tehát minél magasabb a rezgésed, annál hosszabb ideig élsz. Tehát ugye ezt köztudatnak kellene lenni, hogy ez így működik. És ugye szépen érik el, hogy az embereknek egyre rosszabb és rosszabb rezgésük legyen. És ennek ugye mi a következménye? Vagy azt mondja egy ember, hogy hát nincs semmi megoldás, nincs semmi remény, hát meghalunk. Ez az egyik. Vagy a másik, tehát feladja. Vagy a másik, azt mondja, hogy na, akkor keresünk megoldást. És mindig a problémákra csak egy megoldás van, a tudás. Bármilyen probléma legyen az, egy megoldása van a problémának. Mindig a tudás. És ha az ember tudást szerez, akkor nincs olyan probléma, amit nem tud megoldani. Világos ez? Miért nincs olyan probléma, amit nem tudunk megoldani? Csak hogy értsük. Mert van bennünk egy lélek. És a lélek közvetlen kapcsolatban áll a teremtőnkkel. Milyen kapcsolatban? Online kapcsolatban. Ugye ezt érdekes lett volna mondani ezelőtt 50 évvel. Tehát online kapcsolatban. Az azt jelenti, hogy ha valamit nem tudsz, és nem tudja a lelked se, nem tudja megsugni. De fogják és megsugják a lelked meg megsugja neked. Ennyi. Érted? És ha olyan tudásra van szükséged, amit valamit meg kell oldani, de nem tanultál, akkor egyszer a lelkeden keresztül megkapod az információt, hogy kell megoldani. Így csinálták a feltalálók, csak hogy tisztában legyél vele. Az összes feltaláló így csinálta. Érted? Hogy egyszerűen a lelkén keresztül megküldték neki az információt. És úgy találta föl azt a találmányt. Na ugyanezt meg tudod te csinálni, de csak akkor, ha jó állapotú vagy. Ugyanis rossz állapotban nem tudjuk venni a lelkünknek a sugallatait. Ő próbálja küldeni az infót, te meg nem bírod venni, mert nem azonos a rezgésetek. A lélek rezgése magas, és benned van egy magas rezgésű lélek, de ha az ember tartósan rossz állapotú, akkor a lelked rezgése is lecsökken. És ebben tudod, mi a baj? Hogy megszűnik a kommunikációs kapcsolat a lelked és a teremtőd között is.
Érted? És ez nagyon nagy baj. És ez akkor következik be, amikor valaki tartósan rossz hangulatú lesz. Tartós rossz hangulatnak a lélek sem tud egy idő után ellenállni. És szépen, ezért szokták mondani, hogy sír benne a lélek. Lecsökken a léleknek a rezgése is, és képtelen venni az üzenetet. Na most, ha nincs üzenet, mit továbbítson? Ha nincs tudás, mit továbbítson? A lélek annyi tudással rendelkezik, amennyit te megéltél, amennyit te tanultál, és amennyit küldtek neki, hogy old meg a helyzetet. Oké? Okay? De annyi, nincs több. És te meg nem is biztos, hogy hallgattál rá. És nem is biztos, hogy következő alkalommal is hallgatnál rá. Mert a legtöbb ember a saját lelkére sajnos nem hallgat. Na most gondold végig, egy ilyen emberiség esetén, ugye aki képtelen arra, hogy vegye a lelke üzeneteit, képtelen arra a lélek, a lelke képtelen arra, hogy vegye a teremtője üzenetét, akkor mitől lenne jó állapotú? És akkor romlik az emberek rezgése tömegesen, ezáltal a bolygó rezgése egy olyan helyen, a világegyetem egy olyan helyén, ahol egyébként nagyon magas rezgésű lények működnek. Oké? Okay. Tehát ez olyan, mint mikor te jó állapotban vagy, és szépen mindent kitakarítasz a lakásodban, és akkor látsz egy pókot ott szőni a sarokban, érted? Akkor mit csinálsz? Ott hagyod? Ki van csukva? A minimum az, hogy kidobod az utcára, nem? Vagy az udvarra. Az a minimum. De lehet, hogy fogod aztán az anyádat, itt ugyan nem fog szaporodni, meg szállod szőni. És fogod, kiírtod, nem? Vagy lehet, fogod, tudod, a sprét, befújod vele, ez egyszer csak fogja, azt lepottyan. Ez meg elpusztult. Érted? Teljesen logikus döntés, nem? Ha nem fogod ott hagyni, hogy ott szője a hálóját, az végül már mekkora legyen, mikor te egy jó állapotú, tiszta, rendes ember vagy. Nem? Hát ugyanezt csinálják a fentiek is. Itt vagyunk, és itt szőjük a kis pókhálónkat, érted? Itt az univerzumban. Hát a francnak hiányzik a mi kis pókhálónk. Meg a francos rezgésünk. Érted? Tehát nekik mi körülbelül annyi vagyunk, mint az a pók. Neked a sarokba. Érted? De ugye, hogyha az nem egy pók lenne, hanem valami hasznos, mondjuk egy katica, akkor tudni, hogy azt mondanád, hogy jaj, de kis aranyos vagy, nem? De akkor sem biztos, hogy behagynád a lakásodba. Na szóval, lényeg az, hogy itt talán egy kicsit pedzegetitek, hogy miről van szó. Ugye elhangzott, hogy vannak különleges képességeim. Tehát hála Istennek tudok kommunikálni a fentiekkel. De azt úgy is érsz, hogy nem csak kapom az üzenetet, hanem tudunk beszélgetni. Tehát szó szerint. Tehát amikor ugye arra szánjuk magunkat, akkor úgy kommunikálunk, hogy mondok valamit, vagy kérdezek, és akkor válaszolnak. És akkor szó szerint, mint mikor két ember beszélget. Nyilván ez nem hosszú ideig szokott történni, ez arra vonatkozik, ami szükséges. És akkor utána nincs tovább, addig, míg nincs egy ilyen. Jó? Tehát ilyen is szokott lenni. Sőt, képzéseket tartom, és kapom a kommunikációt. Oké, olyan dolgokban is, amiről még előtte sose tartottam. Vagy valaki kérdez, olyan dologban, amire nincs válasz, akkor elküldik a fentiek a választ. Vagy például valaki fölteszi kérdésként magában, aki élőben hallgat, ezért jó, ugye elhangzott, ezért jó az élőben hallgatás, illetve nézés, fölteszed kérdést magadban, le se kell írni, és akkor megkapod válaszként az előadásban. Jó, tehát honnan? Hát én nem hallom, meg nem olvastam.
mert le se írtad, és közben megkapod a választ. Jó, tehát kommunikáció folyik. Lényeg az, hogy nekünk egy nagyon fontos szerepünk van itt a világegyetemben. Most gondolj bele, hát nem véletlenül mondtam, hogy kihívás. Ugye én több feladatot megoldottam már, voltak nagy céljaim az életben, de ekkora céllal én még nem találkoztam semmilyen szinten. Hogy létrehozni azt a világot, itt a bolygón, érted, ahol az emberek képesek szeretetben, békében együttműködve élni. Ez jó nagy kihívás, nekem baromira tetszik. Érted? És én azt mondtam, hogy ezért mindenre képes vagyok, hogy ez megvalósuljon. Tehát mindenre. Tehát nekem ez az életem, érted? Tehát ez az életem. És ez létre fog jönni, mert meg kell csinálni. Tehát én nem akarom azt, hogy ezt a bolygót mondjuk eltüntessék, érted? Mert olyan szép bolygó, nem? Nem kéne, hogy eltüntessék. Egy. Nem akarom azt, hogy az emberek túlnyomó többsége az menjen oda a perifériára. Érted? Én azt szeretném, hogy mindenki, nem mindenki, hogy akit én ismerek, és olyan ember, az fejlődjön. Érted? Én ezért élek, hogy ezt csináljuk. Én ezért születtem le, ezért jöttem le egy olyan bolygóról, ami nem a Föld, ahol itt, ott is értelmes lényeket képeztem. És ebben az életemben nekem az a dolgom, hogy embereket képezzek arra, hogy egy más életet tudjunk élni együtt. És ezt meg lehet csinálni, ezzel nincsen semmi gond. Érted? Az a világ, ami most van, ráadásul még ez segít is. Komolyan mondom. Akármilyen furcsa hangzik. No hát, ha úgy gondolod, hogy látsz értelmét annak, hogy egy olyan közösségbe tanulj, főleg ugye élőben, akár ugye most sajnos csak online, de ugye mivel videós vetítés, ugye ezért tudsz engem látni élőben, tehát ha te úgy látod, hogy egy olyan közösségnek a tagja szeretnél lenni, ami a világ legnagyobb célját tűzte ki, akkor itt a helyed. Érted? De ezt nem tudjuk megcsinálni csak páron, de még kicsit sokan se, hanem ez nagyon sok ember kell. Tehát, ha mai számokat nézzük, akkor 6,4 milliárd ember alkalmas lenne arra, hogy bekerülhessen az aranykorba. De ez tőlük függ, mert ugye a fentiek úgy rendelkeztek, hogy a 20. századtól szabad akarat van. És az azt jelenti, hogy a döntés a tied, nem a miénk. Tehát a 20. század előtt nem volt választásod az életeddel kapcsolatban. A 20. századtól van. És itt a 21. század már nem arról szól, hogy neked minél jobb életed legyen, hanem arról szól, hogy mindnyájunknak minél jobb élete legyen. És ebben nem értjük bele az elnyomókat. Világos ez? Hanem azokat értjük bele, akik alapvetően szociális emberek. Oké? Tehát mondhatjuk azt, hogy a jó emberek. Csak az a baj, hogyha egy bolygón a jó emberek karbatért kézzel ülnek, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. És itt az ideje nektek, jó embereknek, hogy tegyünk ezért a bolygóért, és tegyünk mindnyájunk jövőjéért. Nem a saját jövőjünkért, mindnyájunk jövőjéért. Érted? Köszönöm szépen a figyelmeteket. Mindenkinek nagyon sok sikert kívánok. Visszaadom a szót a házigazdánknak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük Szerzőség Miklósnak ezt a ugyancsak tartalmasnak sikerült előadást. Magamról pár gondolatot, miért kezdtem el akkoriban. Egyszerű oka volt,
hogy miért kezdtem el, az pedig az, hogy nem voltam elégedett azzal az életemmel, amit addig sikerült felépítenem, akkori addigi tudásom szerint. Tehát jobbat szerettem volna magamnak, családomnak, és egyszerűen kerestem. Sok-sok évig kerestem, és először, mikor ez a gondolat megfogalmazott bennem jó pár évvel ezelőtt, több mint egy évtizeddel ezelőtt, hogy változtatni kell, javítani kell, hát akkor elkezdtem interneten nézegetni, körülnézni. Lehet, hogy nektek is van ismerősötök, akik interneten keresik az ingyenes előadásokat, tehát mindenféle ilyen, ami változást okozhat az ember életében. Aztán rájöttem, hogy ez nem sok mindent változtatott. Ekkor elkezdtem képzéseket keresni. Hát találtam is, interneten rengeteg van, egynapos, kétnapos, egy hétvége, négy hétvége. Párommal együtt jó pár képzésen részt vettünk. Teltek az évek, igazából sok minden nem változott. És akkor találkoztam Szedlacsik Miklós előadásaival, és belenéztem a weboldalra, és ott találtam egy olyan írást, amit jó pár évvel ezelőtt írt, és érdeklődtem, körülnéztem, már akik itt tanultak, vagy már ismerték, és azt mondták, hogy hát az, amit akkor mond a Szedlacsik Miklós, az abban az időben sorra megvalósult. És akkor gondoltam egyet, hogy vesztenivalóm nincsen, próbáljuk ki. Sőt, mondott Szedlacsik Miklós nekem egy olyan mondatot, lehet, hogy ti is ismeritek, hogy van az a mondás, hogy hiszem, ha látom. Hogy ezt fordítsam meg. Hogy látom, ha hiszem. Hát én az alapján, az írás alapján, meg az előadások alapján hittem, és most több mint 3 év távlatából mondhatom nektek, hogy majd meg is láttam. Meg is láttam, mégpedig olyan formában, hogy az előbb említett 10 életterületből nagyon sok mindent sikerült úgy megoldani, tehát olyan használható tudást kaptam, amit addig sehol se, és gyakorlatba tudtam alkalmazni. Közben lett csapatom is, és örülök, hogy vannak, és azt szeretném nektek is javasolni, hogy éljétek át azt az érzést, amikor egy másik embernek úgy tud segíteni, tanult, tanított tudás alapján, hogy az ő élete is megváltozik pozitív irányba, és nem is kell érte várni elismerést, viszont ha még azt is megkapott, hogy megköszönik, tehát ez egy olyan érzést, ami szerintem annál többet nem tud az ember magának elképzelni, kívánni se, és ez mind-mind emeli az ember hangulatát, jobban érzi magát a bőrébe, és ennyi. Én azt javaslom nektek is, akik hallgatjátok, nézitek, hogy tegyetek egy próbát. Egy hónapig fizess elő a képzésre. Szerintem mai világban 19.700 forint nem egy nagy összeg, főleg ha te is hiszed, hogy te életed is megváltozhat, tegyél egy próbát, fizess be egy hónapra. Ha nem tetszik, abba hagyod, nincs kötelezettség, itt nincsen előre szerződött összeg egy évre, több évre. Ha tetszik, akkor pedig itt maradsz, és utána bárcsak 9.800 forint a tandíj. Úgyhogy én ezt tudom mindenkinek javasolni, hogy ha még nézed az előadást és nem regisztráltál be, tedd meg. Ha beregisztráltál már, akkor rohanj el az első bankba vagy az interneten, utald át a első havi tandíjat, és kezd el. Majd meglátod. Én megláttam, meg sokan megláttuk. Tudom, miről beszélek. Úgyhogy ennyi volt a mai nap. Ezzel a mai szemináriumunk végéhez értünk. Köszönöm mindenkinek a részvételt, együtt töltötte velünk egy távlatba interneten keresztül a szemináriumot. Online ez egy csodás nap volt, és várunk benneteket következő szemináriumra is, ami már remélhetőleg személyesen tudunk találkozni a Lourdes-ba. Köszönöm szépen Szedlacsik Miklósnak is még egyszer ezt a tartalmas napot. Sziasztok!